24 óra sem kellett, már is lelopták az új buszváró oldalát ismeretlen tettesek a furugyi bekötő útnál. Szarvasváros önkormányzata és a Körösvolán ZRT közös munkával igyekszik emelni a környékbeli autóbusz közlekedés színvonalát, de sok az ellenlábas. A város most a lakosság megértésében, közbenjárásában és a térfigyelő kamerákban bízik. Az önkormányzat és a Körösvolán között az együttműködés több éve zajlik, ennek keretében folyamatosan helyeznek ki fedett várókat az utasok kényelme érdekében. Ebben az évben lesznek kihelyezve, illetve most folyik a buszmegállóknak, a fedett buszvároknak a kihelyezése. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Volán, Körösvolán ZRT az idén két buszmegállóval lepett meg minket. A fedett várók azok a Volán tulajdonában maradnak, ők csak itt helyezik el Szarvason. A városnak annyit kell vállalni, hogy a várókat a helyére telepíti, illetve megcsinálja a betonalapzatot. Idén a Gyomai útnál, illetve a Szentesi út furugyi leágazásánál helyeztek el európai színvonalú fedett buszvárókat. Csütörtökön délelőtt helyezték el a furugyi leágazásnál lévő buszváróra az oldallapokat, ám mire ma délelőtt kimentek a Komép munkatársai, csak hűlt helyét találták az egyenként körülbelül 40 ezer forint értékű törésmentes üveglapoknak. Sajnos nem bírtak ki a fedett várók 24 órát. A tegnap kihelyezett plexilapokat már lecsavarozták és elvitték. Tehát ez nem egy egyszerű feladat volt, mert elég nagyméretű plexilapokat kellett elvinni. A Szentesi út mellett található még egy régi, téglából épült megálló, melyet elborít a szemét. Az út túloldalára épült európai színvonalú új buszváró ma kapta meg tetejét, bár oldalát már is elveszítette. A Komép és az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy óvjuk meg értékeinket. A buszvárok megvédése közérdek, de minden buszmegálló mellé nem állhat rendőr, ezért a lakosság segítségét is kérik a buszvárok megóvásához. Lakott területen egyszerű, ugye a kamerarendszerünk működik, és ahol a helyi járati megállók vannak, ott kamerák is vannak általában. Külterületen pedig figyeljünk arra, hogyha valaki ott éppen szerelőműveletben van, és nincs rajta az autójának Komép emblémája, akkor azonnal kérdezzük meg tőle, hogy mit csinál, illetve hogyha olyan a helyzet, akkor értesítsük a rendőrséget. A Komép a furugyi megálló esetében feljelentést tett a rendőrségen. Korábban is érték rongálások a Komép gondozásában lévő buszvárókat. Medvegy Zoltán, a Komép Városgazdálkodási Kft. Építésügyi ágazat vezetője elmondta, hogy legalább 4-5 esetben kellett már pótolniuk a nem csekély összegbe kerülő oldallapokat a város területén. A kudarcok ellenére a városvezetés tervezi, hogy újabb és újabb fedett váróhelyekkel tegye komfortosabbá a helyi autóbusz közlekedést. Nagyon-nagyon sok megálló lesz, ugyanis Szarvasvárosa pályázott tömegközlekedési pályázaton, és a város összes helyi járatát érintő buszmegállói át lesznek építve, fedett várókkal lesznek ellátva, akadálymentesítve lesznek, ahol fizikailag engedi a tér, ott buszöblöket fogunk kialakítani, illetve külterületen is lesznek újabb fedett várók elhelyezve.